Jó, nézzünk ki! Majd mondjátok, hogy húzzam be a hasam, mert múltkor és akkor a hasam van abba a piciinkbe. Na? Elindultok meg ma? Aha. Az oroszlán barlang azt szerinted is egy képzavar, nem? Mert az oroszlán az a szavannához illik. Hát igen. Nem. De ő a király. Igen, az állatok királya. Majdnem találtunk egy olyan környezetet, ami valamennyire hajaz a szavannára. Fogjuk rá, és ide illene akkor ez a bizonyos oroszlán, aminek eléggé brutálisra sikerült a külseje. Zsó 3008, ami ugye egy emelt, egy ilyen kis városi telepjárónak mondott képződmény, amin szerintem a Peugeot jelenlegi formanyelvének minden előnye megmutatkozik. Ez nagyon brutális, magas homlokfal, nagyon komoly a hűtőrács, a lámpák, szerintem nagyon kitalálták. Illik rá az, hogy oroszlán király, mert te így nevezted? Hát igen, mert azért most ugyan van egy nagyobb kategóriatársa, vagyis márkatársa, az 5008-as, de az már majdhogy nem ilyen egyterűs, ilyen óriásnak tűnik mellette. Ez szerintem az ideális, megfelelően sportos, mégis jól használható, és a design szempontjából tökéletesen eltalált Peugeot most kategóriában. Ez az az autó, amit azért megnéznek, hogyha elhaladsz fel a városba? Abszolút, abszolút. Nagyon komoly ez a váltó. Joystick, nem? Úgy néz ki. Olyan teljesen elektronikus. Isten, mint egy ilyen villanyborotva. De egyébként én ilyet még nem láttam. Ez ilyen nagyon Peugeot-s. Hát az új Peugeot dizájnba abszolút illik, de egyébként BMW-be szokott hasonló, vagy legalábbis koncepciójában is hasonló kialakítás lenni. Ez teljesen elektronikus. Tehát igazából egy kapcsoló, csak mégis hasonlít egy váltó gombra. Ez, ami látszik a váltóból. Igen. Mi az, ami nem látszik, amit tud? Hát ez egy Aizin gyártmányú, 8 sebességes, dupla kuplungos váltó. Ez az, ami abszolút újdonság ebbe a 3008-asba, és már több Peugeot-ba is belekerül. Nagyon finoman vált, nagyon gyorsan vált. Nagyon jó, hogy ugye a hosszú 7-8-as fokozat miatt takarékosan tudunk közlekedni, de ha oda kell lépni, akkor meg pippak visszakapcsol, és akkor nagyon belenyom az ülésbe, tehát... Csak itt vigyázz a sebességlimittel. Csak 50-nel mentünk. Ezt szoktak mérni. Mert ugye ez a váltó, az már vannak ugye ezek a váltó fülek. Akkor ez jó, hogy egy ilyen autó van, és nem csak a sportautóban. Ugye itt is megadja az érzést, hogy te kezeled, és akkor bizony, hogyha visszaváltunk időben, tehát még mielőtt kitalálhatnál már, hogy mit akarsz tenni, visszakattintod, akkor nincs az a plusz delay, amivel várakozási idő, amivel megindul az autó, hanem egyből mondjuk padlógázt tudsz nyomni. Motorválaszték milyen? Az előbb belenéztünk itt a katalógusba, és nekem azt tűnt fel, hogy brutális motorok vannak, benzinben és dízelben is, és eléggé nagy a szórás. Igen, ugye van egy belépő motor, ami szerintem már abszolút vállalható, tehát ez egy 130 lovas PureTech 1.2-es ugyan, de turbós benzines. Szerintem már az is jó, de van egy 1.6-os, ami 180 lovas, ott ugye már 4 hengeres blokkról beszélünk, és a dízeleknél van egy 1.5-ös 130 lóval, az még
egy másik automataváltóval is párosítható, egy bolygóművessel, és van ugye ez a csúcsmotor, ami a 2000-es HDI, 180 lóerős, tehát hogy ez már itt, és 400 Nm körüli nyomatékkal, ez már a top-topja. Nekem most a klímára lehet. Ennek is szükség. Ez mocskos hú forró. Te fekete. Éget, fekete. Éget. Klímával mi a helyzet? Mert az oké, hogy amikor mentünk, akkor bekapcsoltad, és külön tudtunk állítani a te kényes ízlésednek megfelelően 22 fokot, meg nekem egy kicsit idegebb, vagy már ilyen kicsit szint, azt a 17 fokot. Hátul is van valamilyen lehetőség. Hát ott csak igazából befúvók vannak, úgyhogy ott nem tudjuk külön a hőfokot állítani. De amit látunk, hogy elég kényelmes azért itt a hely, tehát hiába azért emelt autóról beszélni, én beülök, mert te látom, nem akarsz. Most hátra. Megégettem magam. Szerintem teljesen korrekt, most rólam mögé ültem be. Ez neked kényelmes az első rész beállítása, nem? De hát egy ilyen autó legyen is kényelmes. Ja, tehát azért van benne hely, szerintem korrekt. Rögtön a váltóra mutattunk rá, mert különleges kialakítása van ennek az egész formának. És aztán itt van egy méretében kisebb kormány, és ezek a zongora billentyűk, vagy mik ezek itt, nem tudom, de mindegyiknek megvan a funkciója, és jól is néz ki. Figyelj, nem hiába vettem fel egy pilóta szemüveget. Én úgy érzem, hogy egy kicsit olyan, mint hogy egy pilóta fülkében ülne az ember. Hát nagyon magasra helyezték az úgynevezett iCockpit néven futó, teljesen digitális műszeregységet, ami ugye két kör műszer tartalmazza, de egyébként akár a navit is kitehetjük oda. Aztán jobbra tekintve van ugye a szokásos nagy kijelző, ami érintős. Magam előtt egy nagyon pici kormány van pont azért, hogy gyakorlatilag rálássunk ezekre a műszerekre, amire magasra van helyezve, tehát ez ilyen extra pici, de nagyon jó fogású. És itt lejjebb pedig a középkonzol, pedig abszolút ezek a, hát ilyen ipari nagy gomboknak tűnő főfunkció billentyűket találjuk, mert ugye mindent innen kezelünk, csak rábökünk mondjuk, hogy akkor a zenét állítjuk, vagy a fűtést, vagy éppen a navigációt, és akkor egyből odaugrik. Tehát egy ilyen gyors billentyű, amit itt látunk. Ugye az sem elterjedt, hogy automata váltóval párosítják a start-stop automatikát, de ennél úgy van megoldva ennél a dupla kuplungos váltónál, hogy már amikor lassítunk, de még nem állt állóra az autó, csak a féket nyomjuk, már akkor leáll. És hát nem azt mondom, hogy decikben mérhető, de összességében azért biztos, hogy segíted is abban, hogy mondjuk alacsonyan tartsuk a fogyasztást egyébként. Az pedig, hát itt 7,6-ot mutat a műszer, ebben elég sok város van, és mivel ez egy tesztautó, ezért nyilván nem tojáson hajtják, de azt mondom, hogy tehát egy nagy átlagnak ez a 7-7,5 az kimondhatóan tudja ez az autó, és azért ahhoz képest 180 lóerő, meg automata váltó, szerintem abszolút korrekt a dolog. Tehát még a kalaptartót sem kell kivennünk, mert olyan magasra van téve. Egyébként a hátrakilátás az nem optimális, ahogy ez jellemző ezeket az autókra, viszont így van, ez óriási tér. Hát például kellemesen üldögélünk, nem? Felszereltségi szinteket puskázzunk már, hogy mennyi van ebből, és azokhoz nagyjából milyen ár társul, mert ahogy én így nézem, mindenféle akcióval, meg használt autó beszámítással olyan kicsit 6 millió alatt indul. Igen. Aztán telepakolhatjuk extrával. Ugye 5-9-től indul. Aztán az aktív verzió, ami már jobban ajánlható, az ugye olyan 6-8, és akkor lehet még ez az aktív plusz csomagot rendelni, tehát ez ilyen 7 körül.
lehet összeállítani, de még van egy Allure, egy GT Line és egy GT is. A GT-hez az a legmagasabb fokozat, tehát abban már mindent belepakolta szinte, ami kérhető a 3008-hoz, de az csak a legnagyobb dízellel választhatod, amivel mi is ültünk. A GT Line viszont egy ilyen sportosra hangolt és verzió, és az pedig mindegyik motorral kérhető, tehát mármint az erősebbekkel, az 1.6-os benzines turbossal és a kisebb-nagyobb dízellel. A GT az nagyon sportosnak hangzik, nem egy városi terepjáróhoz, hogy hozzák ezt össze, hogy jön ez össze? Hát figyelj, óriási kerekek, tehát mondjuk ilyen 19-es kerék. Igazából már leves fényszóró, meg egyebek mind hozzáteszik azt a pluszt. Aztán például rendelhetsz hozzá különböző fényezést a tetőre, mondjuk fekete legyen, hogyha színes az autó, vagy van egy ilyen extra megoldás. Ez nagyon brutálisan nézetként láttam egy ilyet, amikor így megfelezik az egészet a hátsó ajtó felétől már egy mondjuk fekete színt kap az autó. Az egy elég extrém megoldás, már mint hogy azért bevállalós, aki ilyet választ, de szerintem elég ütős, pont egy ilyen zöld-fekete kombinációba láttam a képeken, és az jól néz ki. Más típus nemás gyártónál még nem láttam ezt, vagy ha láttam, ez akkor újdonság. Én nem emlékszem, de szerintem újdonság. Akkor megmutatod? Persze. Persze, hogy megmutatja. Tudja fel.